Szerdán egy újabb mérkőzés vár a csapatra, ugye idegenbe utazik Kisvárda, otthonában lépünk pályára. Marosán győzött edzőt kérdezem, hogy mire számít, mit vár az idegenbeli mérkőzésen? Idegenben minden mérkőzés néz, főleg ugye most, hogy szurkolók jöhetnek a csarnokba, biztos, hogy Kisvárdán jó hangulatú mérkőzés fogunk játszani. Egy jó csapat ellen sokat kell majd fussunk, védelemben sokat kell ütközzünk, de annak ellenére, hogy idegenben játszunk, mi a két pontért utazunk, szeretnénk elhozni idegenből. Persze tudom, hogy nem ez a feladat újra, nem a nagy képviség beszél belőlem, hanem az akarat az irányba, hogy ennek a csapatnak bent kell maradnia. Ezt minél jobban próbálom átadni a játékosoknak is, partnerek benne, így ugyanúgy lemegyünk a bányába, dolgozunk, feljövünk szerdán, megharcolunk a két pontért. Ha megérdemeljük, akkor meg fogjuk kapni, meg fogjuk szerezni. Ha nem, akkor nem, de akkor se dölt össze a világ, akkor is dolgozzunk. Van még a Kisvárda mérkőzés együtt 4 mérkőzés, tehát tudjuk a célunkat, ennek megfelelően dolgozunk és akarunk.